Jó estét kívánok! A kormányfő kérésére a belügyminisztérium határidőre elkészítette jelentését a múlt heti katasztrófa helyzetről, de annak nyilvánosságáról a kormány dönt majd. Az esetleges felelősökről így egyelőre nem beszélnek. Ma a kitüntetések napja volt. Bár időközben kiderült, hogy az MSZP kezdeményezésére nem jön létre parlamenti vizsgálóbizottság, az Országgyűlés Rendészeti Bizottsága napirendre tűzi majd a jelentést. Külön köszöntöm azokat a munkatársainkat, akik most nem lehetnek itt, mert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mostoha körülmények között azért dolgoznak, hogy az áramellátást helyreállítsák. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon még sohasem tartottak állománygyűlést a sajtó jelenlétében, de ezúttal nyilvánosan adhatta át a kitüntetéseket Pintér Sándor azoknak, akik helytálltak az elmúlt napok hóviharában. Szerinte a katasztrófavédelem tavalyi átszervezése segítette a mentést, ám hiányosságokat is tapasztalt, amikor a helyszínen járt. Látta, hogy a katasztrófavédők ruhája elhasznált, kopott. Nézzük meg, hogy van-e lehetőség arra, hogy a védőruhákat mindenkinél egy modern védőruhára lecseréljük. Pintér Sándor életpályamodell kidolgozását is sürgette. A főigazgatótól vár erre javaslatot, amelyet a kormány elé terjeszt majd. Az állománygyűlés után válaszolt néhány kérdésre. Válaszaiból kiderült, hogy a belügyminisztérium hétfő estére elkészítette a jelentését a hóvihar okozta káoszról, de annak tartalmát Pintér Sándor nem kívánta megosztani újságírókkal. A kormány dönthet arról, hogy nyilvánosságra hozza-e a jelentést. Azt sem kívánta kommentálni, hogy állítólag a fejlesztési tárcát és a meteorológiai szolgálatot is megnevezték felelősként. Az MSZP által kezdeményezett vizsgálóbizottság elé elment. Természetesen első leszek, aki erre jelentkezik. Úgy gondolom, hogy ha meghívnak, ott a helyem. Időközben kiderült, hogy nem jön létre külön vizsgálóbizottság, ám a Parlament Rendészeti Bizottsága napi rendjére tűzi majd a jelentést, közölte a testület elnöke Kocsis Máté. Pintér Sándor azt is mondta, hogy a belügyminisztérium nem kezdeményez vizsgálatot egy magáncég a Telenor ellen, amiért nem küldött SMS-eket előfizetőinek, hiszen nem történt bűncselekmény. Az értesülése, miszerint a miniszterelnök főtanácsadója Habony Árpád elszámoltatná őt a káosz miatt, az ATV-nek így válaszolt. Habony Árpád mondta önnek? Népszabadság kormány közeli információkra hivatkozott. Az előbb sajtó kérdésekre nem reagálok. Habony úr, hogyha ezt mondta önnek, akkor szívesen beszélgetek az ő jelenlétében erről. Pintér Sándor új tűzoltókocsikat is átadott. És ez az új technikát már tudja kezelni? Igen. A legelső kocsi, de hasonló a többihez. Hasonló? Igen. Na, örülök neki, és tetszik? Igen, nagyon. És ez ma saját gyártás, rábára szerel.